Sziasztok! Az előző videómban említettem, hogy a konyhai tárolóban eltört a polcrendszer, de megtartottam az oldalelemeket, az alapokat, mert a fa még teljesen jó állapotban volt, és úgy gondoltam, hogy jók lesznek még valamire. Szóval volt kettő ebből az IKEA-s ivár oldalelemből, az egyik el volt törve, amint láthatjátok, de meg akartam mutatni, hogy csak mert valami sérült, vagy el van törve, nem jelenti azt, hogy akkor már ki is kell dobni, adhatunk egy második esély bútorainknak. Először a fűrészemmel levágtam ezt a törött részt, ez úgyis az alsó rész lesz, szóval nem baj, ha hiányozni fog. Azután betöltöttem a lyukakat, fára való töltőanyaggal, a szín mindegy, mert úgy is le lesz festve. Eltartott egy ideig, és nem sokat filmeztem róla, hiszen eléggé egyértelmű. Ugyanezt tettem mind a kettőnél. Ezeket fogom átalakítani létrákká, amik törölköző tartó funkciót láthatnak el a fürdőben egyrészt. Nincs igazán szükségem rájuk, úgyhogy el fogom adni, vagy odaadom valakinek, de csak meg akartam mutatni, hogy hogyan tudjátok ezeket átalakítani, hogy más funkciót töltsenek be. Miután a töltőanyag megszáradt, lecsiszoltam egy csiszolópapírral. Lemostam egy nedves rongyal, és lefestettem egy fekete festékkel, ami volt nekem otthon, két réteget vittem fel. Felülfúrtam két lyukat, és ezeket az aranyfogantyúkat raktam rá. És íme a végeredmény az elsőnek. A másik nem volt eltörve, miután kitöltöttem a lyukakat és lecsiszoltam, lefestettem ezzel a festékkel, ami szintén volt nekem otthon, így nem kellett pluszban költenem. Light Salmonnak hívják, a szín Benjamin Moore-tól. Ennél ezeket a fa fogantyúkat használtam, felőre és alulra is tettem kettőt-kettőt. Remélem tetszett a videó, és inspirált titeket, hogy ti is felújítsátok a régi vagy sérült bútoraitokat. Ha nincs rá szükségetek, akkor el is adhatjátok, vagy odaadhatjátok másnak, akinek szüksége van rá, és szívesen használná. Ne felejtsetek el feliratkozni, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!